Közös ügyünk a zöld energia. Április 15-ig lehet kitölteni a zöld energiáról szóló online kérdőívet. Esze Tamás Rákócia ősbemutatót tartott a Nemzeti Lovasszínház tarpán. Szabad volt locsolni. Húsvéti népszokások, finom ételek és új időszaki kiállítás is várta az érdeklődőket a Sóstói Múzeum faluban. Több mint 1 milliárd forint értékű energetikai beruházást hajtottak végre Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2. számú választókerületének önkormányzatai az elmúlt 10 évben. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látják, jó estét kívánok! Nyíregyházán is korszerűsítettek valamennyi önkormányzati épületet, és az ipari park fejlesztésénél is kiemelt figyelmet fordítanak a zöld energiára. Többek között erről is szó volt kedden a közös ügyünk a zöld energia aktualitásairól szóló sajtótájékoztatón. Büszkék lehetünk arra, hogy egy gazdasági fordulatnak a világban nem követői, hanem éllovasai vagyunk. Erről beszélt György László nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A zöld gazdaság világpiaca 2020-ban 1300 milliárd dollár volt. Ebbe beletartozik az autóipar is, amely 500 000 magyarnak ad munkát. Ezért is fontos, hogy például ez az ágazat milyen irányban fejlődik tovább, és egyelőre úgy tűnik, jó úton haladunk a célok megvalósítása érdekében. A 2030-ra megtervezett naperőművi kapacitásuk már 2024-re rendelkezésre állnak. Ahhoz viszont, hogy a zöld energia, a nap, a szél, a nukleáris energia, a geotermikus energia adott esetben, ahogy látjuk itt Nyíregyháza esetében, a geotermikus energia kiemelt fontosságot élvez. Ezek el tudjanak jutni az otthonainkba, a családokhoz, a vállalkozásainkhoz, az iparba, és a közlekedésben föl tudjuk használni, ahhoz ezt az energiát tárolni is szükséges. Nagyon fontos, hogy Magyarország ezen a területen is jól áll. A negyedik legnagyobb kapacitással fog rendelkezni Magyarország 2030-ra, ami a zöld energia tárolására alkalmas rendszereket illeti, az Amerikai Egyesült Államok, Kína és Németország után. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 2. számú választókerület önkormányzatai az elmúlt 10 évben 1 milliárd 75 millió forint értékű energetikai beruházást hajtottak végre. Ebben nagy segítségükre volt a TOP és a TOP Plusz. Jellemzően napelemet telepítettek. Ez nagyon fontos a közintézmények területén, tehát az önkormányzatok a saját fenntartásban lévő bölcsöde, óvoda, polgármesteri hivatal tetején telepítenek. Nagyon lényeges, hogy nem csak meg kell termelni a megújuló energiát, hanem tárolni kell, ezért a tároló kapacitásokat országos szinten kell bővíteni, és én azt gondolom, hogy nagyon lényeges mozzanat az is, hogy munkahelyeket is megvéd a zöld átállás, hiszen hogyha egy zöld gazdaságot építünk ki, ami a jövőt jelenti, és tulajdonképpen egész Európa, sőt mondhatom az egész világ átáll erre, és ahogy kormánybiztos úr is mondta, hogy nagyon dinamikusan fejlődő gazdaságról van szó, a zöld gazdaság nagyon dinamikusan fejlődik, akkor nekünk lépést kell tartani ezzel, és Magyarországon munkahelyeket véd meg ez az egész zöld átállás. A vármegye székhely is folyamatosan dolgozik azon, hogy minél több környezetbarát megoldást alkalmazzon. Valamennyi önkormányzati épület energetikai korszerűsítése megtörtént már, legyen szó egészségügyi intézményekről, óvodákról vagy iskolákról. Az ipari park fejlesztésénél is kiemelt szerepe van a zöld energiának, az egyik svéd cég ráadásul hőszivattyúkat is gyárt, és mindig vannak újabb tervek. Én most a geotermikus energia használatát tartom, ugye nagyon nagy forró víz van alattunk, amit ugye fürdőkben használjuk, de még nem került sor arra, hogy hogyan lehetne ezt a fűtésnél, hűtésnél, esetleg a világításnál is hasznosítani. Hogy a lakosság mit gondol a zöld energiáról, azt egy 13 kérdésből álló online kérdőív kitöltésével mondhatja el. A felmérésben egyebek között a zöld energia megtermelésének és tárolásának fontosságáról, a napelemek telepítésének és az elektromos közlekedésnek az állami támogatásáról, a szabályozási rendszer szigorításáról, a nagy szennyezőanyagok cégek klímavédelmi költségeinek megfizetéséről mondhatják el véleményüket a kitöltők április 15-ig.
Tarpa főterén mutatták be elsőként a Nemzeti Lovas Színház Esze Tamás Rákócia című előadását. A helyszín és az időpont választása is fontos volt az önkormányzatnak és a produkciót szervezőknek. Tarpán született ugyanis Esze Tamás, a Rákóczi szabadságharc egyik vezéralakja. A jobbágyból lett brigadéros, nemesi rangot is kapott a fejedelemtől. Ennek évfordulóján mutatták be a darabot. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Hazafias hangulat Tarpa főterén. A Nemzeti Lovas Színház a községben mutatta be elsőként azt a musicalt, amely Esze Tamásról, a Rákóczi szabadságharc legendás alakjáról szól. A jobbágyból lett brigadéros, 1666-ban született a községben. A település polgármestere elmondta, az előadás egy kivételes összefogás eredménye. Hogy közös akarattal született meg ez a dolog. És ugye azért 13-14 év után mindig nehéz egy hagyományőrzőként vagy tarpaiként találni olyan dolgokat, kitalálni olyan eseményeket, ami még igazából vonzóvá teheti a kurucságot, a szeretetünket, az őszinteségünket, az elszántságunkat ebbe az irányba. És mindig kell egy újat és újat kitalálni, egy új impulzust adni magunknak is, de a kis közösségünknek is egyaránt. És ez az, ami a 14 év barátságából adódóan a Nemzeti Lovas Színház, Sasvári Művész úr és Tarpa kapcsolatából adódott. Esze Tamás volt a kuruc sereg első ezredese, és az egyetlen jobbágyi származású tisztje, aki brigadérosi rangig jutott. A térség országgyűlési képviselője köszöntőjében elmondta, Esze Tamás a Rákóczi szabadságharc egyik vezéralakja volt, helytállásáért a fejedelemtől 1708-ban nemesi rangot is kapott. Mi olyanok vagyunk, magyarok, hogyha nehéz időket élünk és segítségre van szükségünk, akkor a hitünkön túl a kultúránkhoz, a identitásunkhoz nyúlunk vissza. Olyan helyen, olyan történelmi helyen vagyunk, ahol ezt különösen meg lehet és át lehet élni. És egy olyan napon is, hiszen 1708. április 24-én, március 24-én, tehát éppen ma van az évfordulója annak, amikor a nagyságos fejedelemtől a nemesi oklevelet Tarpa szülötte megkapta. Hoppál Péter kormánybiztos beszédében kiemelte, a térség identitása példaértékű. Esze Tamás élete pedig olyan személyes példát mutat, amit úgy kellene tanítani, ahogy a tarpaiak megélik. Ez a kicsi kis maroknyi, de egyenes derékú had a tarpaiak részvételével, a szabadságharc zenitjére, 5 év múlvára 70 ezres óriási ütőképes hadsereggé növekedett. És ez a nagy történet innen indult el Tarpáról. Tudom, hogy önök ezre büszkék, de erre büszkének kellene lennünk az egész magyarságnak. Éljünk bár a Kárpát-medencében, vagy a diaszpóra közösségeiben. Fel kell idéznünk, és tudnunk kell, hogy honnan gyújtották meg a nagy-nagy lángját a Rákóczi szabadságharcnak, és honnan indult mindez el annak idején. Az ősbemutató napján Rákóczi születésének 348. évfordulója alkalmából megkoszorúzták a fejedelem tarpai szobrát. Április első napjától hétfőtől már elérhetővé vált az egynapos e-matrica. Az úthasználati jogosultság egy a vásárló által megjelölt naptári napra lesz érvényes, és a teljes hazai díjköteles úthálózaton használható lesz. Motorokra a 10 napos és havi e-matricákhoz hasonlóan kedvezményes áron lehet megvásárolni a napi autópálya matricát. A rendelet alapján a napi e-matrica ára a D1, D2 és U-díj kategória esetében az éves országos jogosultság mindenkori árának 9%-a, míg a D1M, azaz a motorkerékpár díj kategória esetében ennek a fele, azaz az éves országos jogosultság mindenkori árának 4,5%-a. Ismét megtelt a Sóstói Múzeum falu húsvét másodnapján. Az egyébként többnapos rendezvényre színes programokkal és egy új időszaki kiállítás megnyitójával kedveskedtek azoknak, akik Sóstót választották a kikapcsolódás helyszínéül a hosszú hétvégére. Az ünnep hétfőjén népviseletbe öltözött lányok és fiúk táncoltak és locsolkodtak a hagyományoknak megfelelően.
Reggel 10 óra előtt már nehezen lehetett parkolóhelyet találni a nyíregyházi múzeumfalu környékén. Családok, kicsik és nagyok várták a Jánkmajtési portán, hogy a Nyírség táncegyüttes táncosai megidézzék a falusi húsvét hétfő reggelét, és friss hideg vízzel locsolják a legények, a leányokat. Azért szomorú is vagyok egyben, hogy nekünk kell már csak megmutatni, hogy milyen a falusi húsvét, hiszen még az én fiatal koromban ez természetes volt, hogy az ablakba vártuk lányok, hogy mikor érkeznek a legények és locsolnak meg bennünket, és hát nem csak kölni vízzel, hanem bizony szódával és vödörrel is. És már bizony ez nem igazán éli meg ez a szokás a mai napokat. Ma már nem trendi locsolkodni, zavaró, ha valaki érkezik hozzánk. Mi viszont tárkapukkal várjuk a kedves vendégeket, és ízelítőt adunk abból, hogy milyen is volt egy falusi húsvéti időszak. A néptáncosok nem csak a tánccal, a locsolkodással mutatják ezt be, hanem régen szokás volt ez, hogy húsvét hétfő napján húsvéti bált is rendeztek, hiszen 40 napig tilos volt táncolni, lakodalmat tartani, és húsvéttól volt az az időszak, amikor újra táncos mulatságok is lehettek. Hát itt a Nyírségben és a szatmári vidékeken a húsvéti bál szokását is tartották. Ma már nem élő szokás, de itt a múzeumfaluban ezt is meg szeretnénk mutatni, és táncra is invitáljuk a kedves vendégeket. A húsvéti hagyományokat felvonultató programok mellett egy új időszaki kiállítás megnyitójára is sor került. A kiállítás a Csíkos táska telebagázsnyik címet kapta, és visszarepít minket a 90-es évek piaci hangulatába. Nekem már gyermekkorom teljes mértékben a kisvári piacok hangulata, és igen, a kárpátaljai mindennapokat szerettük volna behozni. Nagyon sok mindenkinek van kapcsolata a kárpátaljaiakkal, hiszen a trianoni békedöntést követően, főleg a bereki vidéken sok család szakadt ketté, és nehéz időszakot éltek meg a rendszerváltást után is. Mikor a nagyszabadság rák szakadt, Kárpátalját egy óriási gazdasági válság sújtotta, amiben talán nehézség az volt, hogy a mindennapi betevőt, az asztalra tett kenyeret nehéz volt előteremteni. De hát milyen az ember, kreatív, főleg, ha az életéről van szó, és nagyon jó, hogyha az anyaországi kapcsolatokat ápolja, és minden falunak megvolt a saját terméke, amivel átjárt piacolni, csíkos táskával vagy tele bagázsnyikkal, úgyhogy így érkeztek hozzánk is. Nagyon-nagyon érdekes volt a kiállítás magát elkészíteni, rengeteg emlék tódult fel mindenkiben. A kiállítás kurátora Kész Réka, aki ugyan 97-es születésű, mégis őriz emlékeket akár a kiállításban szerepeltetett tárgyakról, melyeket olyan mennyiségben sikerült felkutatni és birtokba venni, hogy ez nem is fért el a rendelkezésre álló 50 négyzetméteren. Végtelenül izgalmasnak találom ezt a témát. Egyrészt azért is, mert hogy utána olvasgattam, nagyon sok olyan személlyel beszélgettem, akik abban az időben éltek, másrészt pedig a szüleim történeteit is magam is folyamatosan hallgattam, illetve most is hallgatom, hogyha felmerül mondjuk egy ebéd közben. És hát én is a részesei voltam, bár igazából akkor ezt nem is fogtam fel annyira, hogy miről is van szó. Például a 90-es években a kiállításban arról is szó lesz majd, hogy a gazdasági válság hatására például egyre gyakoribbak voltak az áramlekapcsolások. És valóban emlékszem arra, hogy mi is még esténként gyertya mellett ültünk, de én ezt nem tudtam, hogy azért, mert hogy éppen gazdasági válság van, ennek örültem, hiszen együtt volt a család. Persze megtanultam ezt másképpen értelmezni és más szemszögből nézni, és hát szerettem volna, illetve szerettük volna, hogy a látogatók is minden oldalát ennek az időszaknak, a jó oldalát is és a nehézségeit is egy kicsit átéljék szószoros értelmében, hiszen nem csak a nézői lehetnek a kiállításnak, hanem a részesei is egy útlevél segítségével járhatják majd be a tárlatot. Tehát a húsvéti ünnepkör elmúltával, amikor már nem perdülnek a szoknyák a múzeumfaluban, akkor is van látnivaló és alkalom a nosztalgiára, hiszen egészen augusztus 20-áig várja a látogatókat ez az időszaki kiállítás. Április 2-a van. 2008 óta ez a nap az ENSZ kezdeményezésére az autizmus világnapja. Az autizmussal élőkre ezen a napon minden évben Nyíregyházán is felhívják a figyelmet. Fejlesztésükért, elfogadtatásukért az Új Évfolyé Sztarnay Ottó Egyesület tesz meg mindent, immár több mint 30 éve a vármegye székhelyen. Archív felvételek a 90-es évek elejéről. Ez volt az első olyan osztály Nyíregyházán, ahol autista gyermekek fejlesztésével foglalkoztak a szakemberek. A csoportot kísérleti jelleggel a Bárci Gusztáv általános iskolában indították el, a kísérlet kezdeményezője és vezetője pedig Tarnai Ottóné gyógypedagógus, pszichológus volt.
A szakember a 80-as évektől a korai fejlesztésben dolgozva találkozott különleges tüneteket mutató gyermekekkel. Ebben az időben kezdték meg Budapesten Balázs Annáék a kutató munkát Magyarországon, meghívtak ide Németországból, Angliából, ahol már folytak ezek a dolgok, már beiskolázás is volt, és így kell, őket hívták meg ide, és mi is eljutottuk hozzájuk. És részt vehettünk ezeken az előadásokon, amiket hallgattunk, és itt tanultunk tulajdonképpen először az autizmusról, és így kezdődött el, hogy őket is próbáljuk meg segíteni, hogy szakmailag is megfelelően segíteni, és ezért segítséget kértünk a minisztériumtól, hogy engedélyezzék, hogy egy osztályt nyithassunk. Bak Sándor is a közé a 6 gyermek közé tartozott, akik az első speciális osztályba jártak. Édesapja elmondta, hogy fia 4-5 éves korában még nem beszélt, ekkor fordultak vele szakemberhez. A család Budapestre is elköltözött egy időre, remélve, hogy a gyermek a legjobb fejlesztést kapja. Végül Nyíregyházára visszatérve találták meg a számukra legmegfelelőbb környezetet és szakembereket. Sándor ugyan nehezen fejezi ki magát, 16 éves kora óta azonban folyamatosan dolgozik. Jelenleg paplanok szabásával foglalkozik, munkájában pedig sikereket él meg. A dicséretek, amit kap a munkai vezetőktől, elmondásuk szerint, hogy miket végez, ez nagyon jól esik nekünk, és ez nagyon nagy eredménynek tartjuk. Hiszen kibontakoztathatja saját magát, a saját precizitását tulajdonképpen, ő egy nagyon precíz gyermek, illetve ifjú, és nagyon, nagyon örülünk neki, hogy egyáltalán, hogy dolgozhat. És végül is nem unatkozik otthon egyedül, hanem kibontakoztathatja saját magát. Tarnai Ottóné egyesületével a kezdetektől küzd az autizmussal élők fejlesztéséért, elfogadtatásáért. A szervezet az elmúlt 15 évben az Autizmus Világnapján április 2-án is felhívta a figyelmet az autizmussal élők helyzetére. Az állapot megjelenési formái rendkívül különbözőek, erre utal a spektrum kifejezés. Szakemberek szerint világszerte milliók élhetnek autizmus spektrumzavarral. Hazai pályán szenvedett vereséget a kisvárdai futballcsapat. Feckó Tamás együttese a Debrecent fogadta, és a vendégek 3-1-es győzelemmel távoztak a Várkerti stadionból. A 26. forduló további eredményei a következők. Puskás Akadémia, Fehérvár FC 0-0, MTK Budapest, Kecskemét 2-2, Zalaegerszeg DVTK 5-1, Paks Újpest 1-2 és Mezőkövest Ferencváros 0-3. A tabella élén a Ferencváros áll 55 ponttal. A 20 pontos Kisvárda a 11. kieső helyen várja a folytatást. Idén 31. alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a nyuszi futást. Nagy pénteken az atlétikai centrumban több mint 2000-en teljesítették a 400 méteres távot. Valamennyi futót éremmel jutalmaztak meg a szervezők. Emellett nem maradtak el a megszokott kísérő programok sem. Már a regisztrációnál látni lehetett, hogy nagyon sokan választották nagypénteken délelőtti programként a nyuszi futást. Az állatfigurák által vezényelt közös bemelegítésnél megtelt a színpad előtti terület. Természetesen a gyerekek voltak többségben, de minden korosztály képviseltette magát. Fantasztikus tömeg érkezett erre a rendezvényre, hiszen tavaly 2000 résztvevője volt az eseménynek, most is bőven szerintem túl fogjuk szárnyalni ezt, folyamatosan jönnek a résztvevők, és a rendezvény szervező számára, hiszen a Nyíregyházi Sportcentrum szervezi az eseményt, hogy ez fantasztikusan nagy dolog, tehát én abba bízom, hogy mindenki jól fogja érezni magát ezen az eseményen is, hiszen mindent elkövetünk annak érdekében, hogy kellemes szájízzel távozzon
vannak majd a résztvevői. Családok érkeztek, tehát van olyan család, aki 4 fővel is érkezett. Gyakorlatilag a versenyszámok azok a 400 méter, hovisoknak, alsósoknak, felsősöknek és a családi futás, ahol aztán meg fogják tölteni zárásképpen majd rekordtán szerintem teljesen körbe. De itt van egy újdonságként egy játszóház a kisebbeknek, itt van az ugrálóvár, itt van Pancsi Bohóc, aki több száz lufit fog megkötni ezen a rendezvényen, és hát itt van az igen népszerű sztárvendég, az ST22 Lacika, több mint kamionos. Felkészülni! Rajt! Voltak, akik először léptek az atlétikai centrum szabadtéri rekordtányjára, de mint a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője elmondta, a szabadidő sportolók rendszeres látogatói a Tiszavasvári úti létesítménynek. Ez a pálya is nyitott természetesen, ahogy Nyíregyházán már megszokhattuk, hogy rengeteg sportpálya, amit a város a sportcentrummal együtt közösen felépített és létrehozott, mindenki számára elérhető, és ez egy nagyon fontos város stratégiai és sportstratégiai kérdés is. A nyíregyházi kosársuli edzője Farkasinszki Orsolya 2 gyerekével rendszeres résztvevője a húsvét előtti rendezvénynek. Nagy mozgásigényük van, Bruno már több sportágra jár egyébként pontosan ezért, de azért a húga is követi nagyon sok mindenben, úgyhogy elég nagy a terület, reméljük, hogy egy kicsit elfáradnak és lesz déli alvás. Ugye hétfőn locsolkodás, esetleg Bruno egy locsolóverset elmondana nekünk? Természetesen. Tapsi füles nyuszikának nagyon sok a dolga. Piros tojás, ímes tojás, szerte széjjel hagyja. Hagyja csak nyuszikán, kéket is, tarkát is, locsolásért, kosaramba, belefér még 100 is. A résztvevők az ovisoktól kezdve a családi futással bezárólag egy kört, azaz 400 métert teljesítettek. Mindenki kapott érmet, a leggyorsabbak pedig egy serleget is hazavihettek az idei nyuszi futás emlékére. Híradónk végére értünk, úgyhogy nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. 13 fontos kérdésben várja Magyarország kormánya a véleményeket a napelemektől a rezsicsökkentésen át az elektromobilitásig. A közös ügyünk a zöld energia aktualitásáról tartottak sajtótájékoztatót Nyíregyházán, ahol elhangzott, a város ipari parkjába települő cégeknél is kiemelten fontos a fenntarthatóság, és szeretnének hibrid energiát használni. A vármegye 2. számú választókerületében az elmúlt 10 évben több mint 1 milliárd forint értékű energetikai beruházást hajtottak végre. Tarpán mutatták be először Esze Tamás Rákóczi a címmel a Nemzeti Lovas Színház szabadtéri előadását. A jobbágyból lett brigadéros, a kuruc szabadságharc egyik legfontosabb alakja, ugyanis a település szülötte. Az ősbemutatót Esze Tamás nemesi rangjának évfordulója alkalmából tartották meg a községben. Idéni színes programokkal várta a Nyíregyházi Múzeumfalu az érdeklődőket húsvétkor. Az ünnep másodnapján természetesen nem maradhatott el a locsolkodás, melynek közreműködői a Nyírségtánc Együttes és a Nyíregyházi Tánctanoda voltak. Húsvét hétfőin új időszaki kiállítást is nyitottak, Csíkos táska, tele bagázsnyik címmel. Kedves nézőink, április 2-án, kedden a Kölcsey Televízió híradóját látták, holnap este jelentkezünk majd friss hírekkel, addig is látogassanak el a weboldalunkra. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán a délelőtti órákban még tiszta lesz az égbolt, délután azonban már csak szűrt napsütésre van kilátás, egyre több helyen megvastagszik a felhőzet, amelyből este aztán záporok jó eséllyel kialakulhatnak. A hőmérsékleti maximumok napközben 15 és 19 fok között alakulnak.